Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Mini Manó Baba Centrum stúdiójából. Ma egy nagyon komoly témát hoztam nektek, viszont én úgy tapasztalom itt a kismamáink körében, hogy rendkívül sokatokat érdekel, úgyhogy az őssejtről lesz ma szó, és erről fogunk beszélgetni meghívott vendégünkkel. Nagyon sok olyan kérdésünk van, amiket itt a kismamák nekem a kelengye összeállítás alkalmával azért szóba hoznak és megkérdeznek, esetleg még ajánlatot is kérnek tőlünk, hogy tudunk-e javasolni intézetet, vagy olyan helyet, ahova bátran merjük ajánlani, hogy menjetek. És nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Szász Leonóra, aki a Krió Intézetnek a tudományos igazgatója, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugye mi időnként azért a kiállításokon, amikor még lehetett tartani, akkor találkoztunk, és ott is egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával már azért szóba kerültek a fontos kérdések, de most csokorba gyűjtöttük nektek itt. A Krió Intézetről egy pár szót, hogyha ejtenél, amit én tudok rólatok, hogy 2004 óta működik maga az intézet, és hogy Magyarország első és legnagyobb családi őssejt bankja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bátran fordulhatnak hozzátok a kismamáink. Már több mint 40 ezer családnak az őssejt mintáit tároljátok. Úgyhogy egy pár szót, hogyha szólnál magadról, azt megköszönném, Nóri. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Egy pici kiigazítással kezdeni. Igen. A 2004-es dátum az valóban a Köldökzsi Norbér banki tevékenységünknek az indulását jelentette, de azért korábban indult el a cég. Mi eredetileg egy másik tevékenységgel is foglalkozunk, hiszen spermabankként is dolgozik. A Krió Intézet ez a régebbi, és aztán később került mellé a Köldökzsi Norbér banki tevékenység. És valóban több mint 40 ezer mintának a tárolását végezzük el. Ezek Köldökzsi Norbér minták, Köldökzsi Nor minták, és hát később aztán kiegészült ez a tevékenység a placentából gyűjtött vérmintákkal. Ez a hármas egység képezi azt a bázist, amire te is utaltál itt. Én a tudományos igazgatója vagyok az intézetnek, és alapvetően mikrobiológus a végzettségem. Szuper, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk, és ugye ezzel szerettem volna kezdeni, hogy milyen őssejt minták kerülhetnek a levételre, és akkor most itt rögtön már tisztába tetted ezt a három kategóriát, amit ugye a földi halandó kismamák vagy az érdeklődők hajlamosak összemosni, vagy esetleg nem teljesen... Igen, mert mindig őssejtként hivatkoznak rá a laikusok, és aztán igyekszünk ezt szétválasztani, hogy ez valójában háromféle mintát jelent. A két vérmintának ugyanaz adja az értékét, hiszen a Köldökzsi Nor vér kerül gyűjtésre a Köldökzsi Norból, a pulzáló Köldökzsi Norból, vagy pedig a placenta születése után a placentából, ezt placenta vérként is szoktuk így egyszerűsíteni, ez a placentában pangó vérnek a gyűjtését jelenti, és egy harmadik minta az maga a Köldökzsi Nor. Másfajta őssejteket tartalmaznak ezek a minták. A két vérminta, tehát a Köldökzsi Nor vérminta, bárhonnan is gyűjtötték, az vérképző őssejteket tartalmaz. A csúnya nevük az, hogy hematopoetikus őssejtek. Ezek a vérképző őssejtek vannak a csontvelőben is benne, ezért egyezik meg a Köldökzsi Nor vérnek és a csontvelőnek a felhasználási területe vérképző szervi rendellenességek kezelésében hasznos volt. És a Köldökzsi Norban egy másfajta őssejt van, ezek az úgynevezett mezenhimális őssejtek, szöveti őssejteként is szokták őket hivatkozni, ezeket szintén egy másik területen használják, autoimmun betegségek kezelésében. Tehát érdemes szétválasztani azt, hogy milyen típusú őssejt mintákról beszélgetünk.
Igen, és ez lett volna a következő kérdésem is, hogy milyen betegségeknél hasznosul a köldökzsinórvér, és akkor ezt itt most tisztában is tetted nekünk, hogy hát csak így fővonalakban igazából, mert ezt lehet persze tovább bővíteni. Csak egy kicsit boncolgassuk, lehet boncolgatni tovább, hiszen attól függ, hogy itthon vagy külföldön, hogy ez egy klasszikus terápia, vagy egy klinikai kísérlet. Ha így kérdezel vissza, hogy na most akkor a köldökzsinórvér itthon, Magyarországon milyen terápiás gyakorlattal bír már most, akkor azt mondom, hogy vérképző szervi rendellenességek kezelésében hasznosul, leukémiák, limfómák, anémiák kezelésében. Tehát a felhasználása megegyezik a csontvelő felhasználásával. Hogyha azt mondjuk, hogy és külföldön, hol lehetne, milyen betegségek kezelésére felhasználni a köldökzsinórvért, akkor azt mondom, hogy egy teljesen más területen is hasznosulhatnak ezek a gyűjtött minták. Például a súlyos oxigénhiánnyal született gyermekeknek a kezelésében, ők ezek a CP-s gyermekek, cerebrál parézises gyermekek, és náluk azért, mert azt vették észre, hogy a köldökzsinórvérben lévő őssejtek, meg egyéb más anyagok és sejt anyagcsere termékek képesek átjutni a véragygáton, és a központi idegrendszernek a regenerációjában segíthetnek. Van ennek egy életkor felhasználási határa, az a javaslat, hogy minél korábban, tehát ahogy észreveszik a rendellenességet a babánál, kerüljön a köldökzsinórvére visszaadásra, de legkésőbb olyan 2-4 éves korig. Addig még képes sok minden átkerülni a véraggáton, és akkor az idegrendszeri, központi idegrendszeri regenerációban segíteni. Tehát így is meg lehet válaszolni ezt a kérdést. Vagy ha a köldökzsinórnál boncolgatnánk ezt, akkor a köldökzsinórból nyert mezenhimális őssejtek Magyarországon kiegészítő terápiákban hasznosulnak, csontvelő transzplantáltaknál, köldökzsinórvér transzplantáltaknál, mert hogy ott azt a szerepüket használják ki, hogy gyulladást csökkentő hatással bírnak. Amikor transzplantációra kerül sor, akkor előfordulhat, hogy kilöködne az a minta, amit a beteg kapott. És hogyha ezt egy kiegészítő sejtkezeléssel még ráerősítenek, akkor lehet, hogy gyorsabban beépül a transzplantátum. Tehát összetett ez összetett, a terület, igen. És rohamosan fejlődik. Mostanában például a COVID kapcsán, a mezenhimális ősejtekkel kapcsolatban rengeteg klinikai kísérletet indítottak el a COVID-nak a súlyos szövődményeinek a kezelésére, és ez pedig sejtregenerációs terület, több mint 150 klinikai kísérlet indult. És ez egy új terület tulajdonképpen a szívnek, a tüdőnek a regenerációjában, a mezenhimális őssejteknek a felhasználása. Meg hát gondolom folyamatosan fejlesztik meg újabb kutatások. Rengeteg klinikai kísérlet van, bár már régóta használják a köldökzsinórvért, azzal kapcsolatban is újabb és újabb területeket nyitottak meg. Ez is egy új terület, amit említettem, a CP-s gyermekek kezelése, de az autista gyermekek kezelésére is újabb klinikai kísérletek indultak. Tehát ezek a központi idegrendszeri sérülések gyermekkorban, ez egy teljesen új terület. És bár az Egyesült Államokból indult, és már ott régebbi múltra tekint vissza, Európában is rengeteg klinikai kísérlet folyik, tehát az autológ a saját minta felhasználásával. Szuper. A második leggyakoribb kérdés, ami felmerül a kismamáinkban, szerintem, hogy csak a saját gyerkőcnél használható-e a levett vér, vagy esetleg családtagok is használhatják, tehát a nagyszülők, szülők, testvérek. Ez is szerintem egy olyan téma, amit jó, hogyha tisztába teszünk. Itt megint attól függ, hogy melyik mintáról van szó. A köldökzsinórvérre azt mondom, hogy nem nagyon használható a tágabb családi körben. Ott ugyanis van egy úgynevezett HLA tipizálás, ami a csontvelő transzplantációknál is lezajlik a donor és a recipiens, tehát a beteg és a csontvelőt adományozó között, és hogyha ez nem megfelelő, akkor kilöködik a minta. Ezért van az, hogy közeli rokonok lehetnek egymás
más számára csontvelő donorok is. Ott is az édes testvér az első számú helyen szereplő donor. Ugyanígy a köldökzsinórvér transzplantációnál is a testvér mintája kerülhet felhasználásra a beteg testvér számára. Ez akkor merül fel, amikor vélelmezhetően genetikai eredetű a vérképzőszervi rendellenessége a gyermeknek, és ilyenkor a saját mintája helyett inkább a testvérnek a tárolt mintáját kérik ki. Nagyszülők, szülők számára nem nagyon hasznosulhatnak a minták, mert már távolabbi a rokonság a szülővel, illetve a nagyszülővel, tehát az unoka vagy a gyermek szintjén. A köldökzsinórnál, tehát a mezenhimális őssejteknél, ott viszont nem vizsgálják a rokonságot. Ott nincs szöveti antigén egyezőség vizsgálat. Gyakorlatilag akárki adományozhatna mezenhimális őssejtet egy beteg számára, mert nem löködnek ki. Ezek nagyon semleges őssejtek. Nem hívják fel magukra a figyelmet egy transzplantáció során. Szupi. Egyáltalán ki az, aki a gyűjtést végzi, és hogy jut el ez az őssejtbankba? Tehát hogyan juttatják el, mert ez is szerintem a képzeletben egy kicsit ilyen misztikus dolog, hogy igen, sokszor azt gondolják, hogy mi végezzük, tehát hogy a mi cégünk dolgozó, ez nem így van, nem. Egy szülésre azért nem mehetünk. Nem mehet be az intézet. Nem, senki. Munkatársa? Nem. A szülésznő végzi el, vagy a szülést vezető orvos végzi el a mintának a gyűjtését. Mi egy szettet biztosítunk, abban minden benne van, ami a levételhez és a szállításhoz szükséges lesz, és nyilván használati útmutatókkal fel van tuningolva, hogyha ezt valaki el szeretné olvasni, mert mint az orvos vagy a szülésznő, de erre azért nem kerül sor szerencsére, hiszen nem most indult ez a szolgáltatás. Rutinosat és nem ott gondolom. Fog, nem, persze. Tehát azért 2001 óta van Magyarországon ez a lehetőség, hogy el lehet tároltatni mintát, azért az eltelt 20 év alatt már nyilvánvalóan mindenki megismerkedett a gyűjtésnek a módszerében, ami nem egy bonyolult dolog. Egyszerű vérvételről van szó, fertőtlenítik a köldökzsinórnak a felületét, és akkor utána valamelyik eret megszórják rá, tehát két tű van egy gyűjtőzsákon, akár mind a két tű használatba kerülhet. A zsinórnak a levétele az szintén egy nagyon egyszerű dolog, hiszen csak le kell vágni, és az adott kis tégelybe belehelyezni, fiziológiásóval nyakon önteni, és ennyi. És hát egy picit macerásabb, hogy így mondjam, és nem is nagy szeretettel ismerkedtek meg vele a szülészorvosok és szülésznők, hogy a placentában pangó vérnek a kimosása, az macerás. Tehát ugye meg kell várni, hogy a placenta is világra jöjjön, szépen megnézik, hogy minden megvan-e tényleg valóban, és akkor utána abba a véralvadásgátlót kell belejutatni egy gyűjtőzsákban. Ez van benne, belemasszírozni, és utána abból kifejni tulajdonképpen a benne pangó vért. Ez macerás, de mostanra azt mondom, hogy egyre sikeresebb ez is. Régen kicsit elzárkoztak tőle, aztán megértették, hogy miért érdekes ez a dolog, miért van értelme eltároltatni ezt a mintát. Hozzáadott értéke van a köldökzsinórvérhez, hiszen lehet, hogy nem sikerült mindent meggyűjteni, nem került minden a gyűjtőzsákba a pulzáló köldökzsinórból, és akkor sok vér pang a placentában. És akkor még abból is lehet vér gyűjteni, egy kicsit tepecselni kell vele, de érdemes azt is elindítani, eltároltatni. Tehát a placentából gyűjtött vér, van olyan terület, amit csak esetleg az ebből gyűjtött vérrel tudunk nem, orvosolni, hanem vagy a köldökzsinórvér van ebben ez a kiegészítése. Ez amikor arra törekszem, hogy minden köldökzsinórvér gyűjtésre kerüljön. Gyűjtésre került a köldökzsinórból, mert az még pulzált és onnan lehetett, de ha leáll a pulzálás a zsinórnak, akkor sok a pangóvér a placentában. Az egy veszélyes hulladékként megsemmisítésre kerülő dolog, tehát igazából sem másra nem lehet nagyon használni, lehet persze, de most így a vér szempontjából mondom, abban pangavér, abból érdemes még kinyerni az ott lévő köldökzsinórvért,
És utána persze nem keverjük össze, és a gyűjtés is külön történik, külön szettje van a köldökzsinórvérnek, külön a placentában pangó vérgyűjtésének, külön-külön feldolgozunk, és annak is adunk egy minőséget, hogy mekkora az úgynevezett magvas sejtszáma, mint ahogy a köldökzsinórvért is minősítjük, hogy mekkora a terápiás értéke a mintának. És amikor felhasználásra kerülhet, akkor egyszerre kérhetik ki a köldökzsinórvért és a placentavért is, mert mindkettő vérképző sejteket tartalmaz. Azért a placentavér, mert nagyobb testtömeg kilogrammú gyermek vagy felnőtt számára is hasznossá válhat ez a minta. Tehát lehet, hogy egy köldökzsinórvér önmagában egy gyerek számára hasznosulhatna, de van mellette egy placentavér, így együtt már egy felnőttnek egy is jó lehet. Tehát így kibővíti a felhasználásnak a lehetőségét mondjuk egy felnőtt számára is. Szerintem nagyon gyakori kérdés a kismamák körében az, hogy hogyan egyeztethető össze azzal, hogy ugye a köldökzsinór, amíg pulzál, addig ugye minél több idő teljen el, viszont ugye mindenki rá parázik arra, hogy de hát akkor mi lesz az én aranyórámmal, amikor ott van az én kis pici babám, és hogy nem üti-e az a két dolog egymást, illetve hogy lehet összeegyeztetni, hogy nem ártok-e a babámnak azzal, hogy nem hagyom azt az időt neki. Illetve technikailag sem könnyű megoldani a szülészeteken ezt szerintem, hogy kivárjuk az idejét, de időben legyen, szóval ez szerintem egy picikét nehéz kérdés, és lehet, hogy sok kismamának esetleg ez fordul meg a fejében, és talán ezért nem vállalja. Szeretném őket megnyugtatni erről, hogy igazából a szülészeteknek megvan a saját protokolljuk arra, hogy mikor induljon el a köldökzsinórvérnek a gyűjtése, ha már kérte a család a köldökzsinórvérnek a tárolását. És ebbe a protokollba igazából nem lehet beleszólni. Mi nekünk, mint vérbankoknak, köldökzsinórvérbanknak, vagy bankoknak teljesen mindegy, a többi is hasonló elvek szerint dolgozik, nincs ajánlásunk, hogy a baba születése után azonnal el kellene vágni a köldökzsinórt, és elkezdeni a köldökzsinórvért gyűjteni. Az az ajánlás, hogy meg kell várni, hogy a baba többször felsírjon, édesanyja jól érzi magát, baba jól érzi magát, hagyni hat pulzárjon, mert hogy úgyis sokáig fog pulzálni a köldökzsinór vér normális körülmények között egy normális szülésnél. Ezzel összeegyeztethető egy-két perces pulzálás is, vagy akár még hosszabb is, és utána induljon el a köldökzsinórvérnek a gyűjtése. Tehát nem kell emiatt aggódni. Tehát meg lehet találni azt a pontot, hogy ez már a szülésznőnek és a szülészorvosnak a dolga, hogy szépen világra jött a baba, felsírt, nagy lélegzetvételei kialakultak. Legyen az a... Merre is lehet fektetni, még mindig pulzálhat, és utána, amikor már mindenki kölcsönösen elégedett azzal, hogy milyen szépen világra jött ez a baba, és minden tökéletes, akkor történik meg a köldökzsinór elvágása, és utána kezdődik el a köldökzsinór vérgyűjtése. A placenta vérgyűjtése az meg már egytől a teljesen független történet, az már nem zavar senkit, hogy annak az időpontja mikor van. Annak is van persze egy időkorlátja, hiszen bealvad egy idő után a vér a placentába. Tehát össze lehet egyeztetni, és sikerül is összeegyeztetni ezeket, hiszen mondom, régóta zajlik, mi is ismerjük ezt az elvárást az édesanyák részéről, de a babába is jusson, de a zsákba is jusson. Ez rutin, ez már kialakult a szülészeteken. Szerintem ez fontos volt, hogy megnyugtassuk a kismamáinkat. Én is azt gondolom, igen, ez nálunk is, amikor nyílt nap van, azonnal az elsők között teszik fel ezt a kérdést, hogy de nem fog-e a babából hiányozni? Nem fog hiányozni. Az elején ő megkapja, ami jár neki, amire szüksége van, ami elvárás, hogy a babába kerüljön, és utána a többi az már mehet a gyűjtőzsákba. Hiszen az a terv azért tároltatja el a család, hogy amit eltároltat, az már egy nagy sejtszámú, hasznos minta lehessen, nagy terápiás értékkel, tehát valójában igen, nagy dilemma ez, de ki lehet ezt úgy szépen sakkozni, hogy ide is kerüljön, és oda is jusson, igen. Szuper. Én szerintem még a
leggyakoribb kérdések között szerepel az, hogy meddig érdemes az őssejtet tároltatni. Tehát ha jól tudom, akkor éves díja van, és azért nyilvánvalóan itt az ár sem mindegy. Tehát egy icipicit majd azért térjünk ki az árakra, mert szerintem ott is keringenek tévhitek, ami miatt esetleg megtorpannának, vagy nem vállalják a családok ezt a lehetőséget. De az, hogy meddig lehet eltárolni, gondolom azért ennek is van egy felső határa, ami kering a fejekben. És régen a szerződéseket 25 évre kötötték, vagy 20 évre, igen, tehát 20-25 évre, és akkor mindenki azt gondolja, hogy ezt a mintát 20-25 évig érdemes tároltatni, és akkor ott van vége, és el is kell tárolni 20-25 évig, mert csak ilyen szerződés van. Aztán utána átálltak a cégek arra, hogy éves tárolási díjas szerződéseket kössenek, de még mindig nem sikerült a fejekből eltüntetni azt, hogy de hát ez kötelező 20-25 évig tároltatni. Ezért örülök, hogy így kérdezted meg, hogy meddig érdemes tárolni, mert erre meg úgy szoktam válaszolni, hogy először is korlátlan ideig megőrizhető, mert hogy minőségromlás nélkül tárolódik a folyékony nitrogén gőzterében, tehát nincs neki igazából fizikai korlátja, hogy meddig lehet ezt tárolni. 25 évig tárolt mintát is használtak már fel az Egyesült Államokban és Japánban, és sikeres volt a transzplantáció, de ezek nem öregednek, ezek a minták. Úgy érdemes igazából gondolkodni, hogy milyen mintán van tárolva. Tehát akkor, amikor beérkezik hozzánk a minta, feldolgozásra, minősítésre kerül, akkor többször hivatkoztam erre a magvas sejtszámra, a mintaterápiás értékére. Ezt átbeszélni az intézettel, hogy mekkora ez a magvas sejtszám. Körülbelül hány testtömeg kilogrammig használható fel a minta, és ez alapján eldönteni, hogy hány évig szeretném ezt a szerződést fizetni. Általában az a jellemző, hogy gyermekkori vérképzőszervi rendellenessége 2-3 éves korban alakulhatnak ki, körülbelül 10 éves korig. Ezért jellemzően egy kisebb sejtszámú mintát 10 éves korig szokták a családok tárolni. Tehát, hogyha csak egy átlagos minta, vagy átlag alatti térfogatú minta van megőrzésen nálunk, és egy átlag minta kb. 80 ml-es szokott lenni, akkor ezt lehet, hogy nem érdemes felnőtt korra eltenni. De ha mégis úgy alakult, hogy ez egy nagy sejtszámú, nagy térfogatú minta, és azért erre is rengeteg példa van, a minták kb. 25%-a ebbe a felsőbb kategóriába tartozik, azt már érdemes átgondolni, hogy 20-25 évig, tehát a felnőttkori vérképzőszervi rendellenességek időszakára érdemes lenne megőrizni. Ebben segítünk ebben a döntésben egyébként. Tehát meddig érdemes, és meddig lehet tárolni egy mintát, ezt igazából lehet korlátlan ideig, de hogy meddig érdemes, azt a minta minősége mutatja tulajdonképpen. És ez is valójában minden, amit mondtam, ez a vérre vonatkozott. Mert ami nem köldökzsinór vér, hanem a köldökzsinórból izolált mezenhimális őssejt, ott meg nincs testtömegkorlát, azok meg korlátlanul szaporíthatóak azok a sejtek. Tehát azt meg nem lehet kinőni. És valójában a két minta tárolása szét is választható így egymástól. Ugye az egyiket lehet, hogy rövidebb ideig őriztem meg, de például a zsinórból izolált mezenhimális sejteket elteszem későbbre, mert az autoimmun betegségek nagyon nagy százaléka felnőttkori rendellenesség. És azt lehet, hogy jó lenne majd később használni. De nyilvánvalóan ebben is segítetek, és amikor úgy döntenek a családok, hogy élnek a lehetőséggel, akkor gondolom a szerződést alaposan átbeszélitek, és segítetek a döntésben, hogy melyik pontosan milyen ismerik. Időre igen, szóljon igen, maga a szerződés, igen. És melyik milyen jellegű. Igen, és azt is pontosan tudják szerződéskötéskor, hogy vannak úgynevezett elfogadási határok a mintákra. Egy nagyon kis sejtszámú minta, egy nagyon kis térfogatú köldökzsinórvér minta nem fog feldolgozásra kerülni. Pont ezért, mert csak nagyon kis testtömeg kilogrammig lenne használható, igazából akkor azt kár eltenni.
ezt tudják, hogy egy kis térfogató mintát át fogunk beszélni, egy kis sejtszámú mintát át fogunk beszélni újra a családdal, ahogy beérkezik hozzánk, elindul egy gyors kommunikáció a minta minőségéről. Aztán közben is előfordulhatnak a mintával problémák, hiszen tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat történik a gyűjtött köldök zsinórvérből, előfordulhat, hogy valamit találunk benne, szakvéleményessé válik. A minták nagyon kis százalékát érintik, de amikor szerződést kötünk, amikor a tanácsadás zajlik, ez is szóba van hozva, hogy vannak apró dolgok, amelyek még beleszólhatnak ennek a minta tárolásába, és erről folyamatosan kommunikálni fogunk a családdal. És hát az ár volt, amit igen, így a finoman, ár, nagyon finoman szóval hoztál az elő. Igen, mert összefüggésben volt ugye azzal a kérdéssel, hogy meddig tároljuk, de nem is nagyon részletesen gondoltam, hogy beszéljünk róla, csak itt is szerintem oszlassunk tévhiteket, mert sokan szerintem ilyen horrorára gondolnak, és azért szerintem manapság abszolút elérhető, tehát nem olyan elrugaszkodott összegekről beszélünk, mint ami esetleg tévesen kering a fejekben, illetve itt is az a jó, hogy ki a lehetőségeit ehhez mérten különböző csomagokat választhat, tehát nem teljesen egyére tudjátok szabni az igényeket. Hát gyakorlatilag elmondtad helyettem, hogy valójában mi történik. Igen, tehát minden attól függ, hogy ő mit szeretne eltároltatni, csak a köldök zsinórvért, a placenta vért is, a zsinort is. Ugye minél több mindent szeretnék, annál drágábbá válik az a szett, amit adunk, és maga a szolgáltatás is, hiszen annál többet fogunk vele dolgozni. De hogyha valaki úgy szűkíti le ezt, hogy csak a köldök zsinórvért szeretném eltároltatni, mert mondjuk a családon belül voltak vérképzőszervi rendellenességek, szeretnék egy biztonságos megoldást, tehát előre gondoskodni erről a dologról, akkor érdemes tehát a vérben gondolkodni, és azt mondja, hogy és majd éves tárolási díjat fizetek érte, nem fizetem ki előre a 20-25 évet, mert hiszen tudom, hogy majd ők minősítik, hogy ez meddig érdemes tárolni. Tehát legyen az, hogy évente fizetek. Akkor ennek a szolgáltatásnak a díja körülbelül 100 000 forintba fog kerülni, és majd évente egyszer 23 000 forintot, ha egészen pontosan akarom mondani, kifizet, mint tárolási díjat. És akkor már ez nem az az összeg, én azt gondolom, ami sokak fejében él, mert általában 7-800 ezer forintról beszélnek, ami persze onnan maradt meg, hogy régen, amikor elindult Magyarországon ez a szolgáltatás, akkor előre ki kellett fizetni egy összegben az egészet, mondjuk 25 évre, és akkor lehet, hogy ebben a kategóriában mozgott. Aztán az igények is az igények is azok lettek itt Magyarországon, hogy de majd én évente szeretném, hadd döntsem el én, hogy meddig van ez a minta tárolva. Szerintem ezt fontos volt tisztáznunk, mert azért a babát vállaló családoknál szerintem ez egy nagyon nagy segítség, hogy nem kell előre egy összegben és olyan hosszú távon gondolkozni, hanem folyamatosan felülvizsgálhatják az igényeket, illetve tudnak azzal élni, hogy részletekbe fizessék ki. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy segítség a családoknak. Persze, érdemes így gondolkodni. Én is mindig az éves tárolási díjat szoktam javasolni. Pont azért szakmai szempontból is, mert még várjuk meg, hogy bekerüljön ez a minta, beszéljük meg, meddig érdemes tárolni. Említettem, hogy szét lehet választani a zsinort a vértárolásától, a zsinort tovább megtartani felnőtt korra, de a vért azt mondjuk csak a gyermekkorra. Tehát ezt végig lehet gondolni, és érdemes is folyamatosan szem előtt tartani, hogy ezt meddig érdemes megtartani egy mintát. Nem csak egyszer elhelyezni, és akkor 25 év múlva lejár, hanem tudom, hogy meddig jó, mire jó, folyamatosan érdeklődni, hogy most mire jó például egy ilyen köldök zsinórvér minta. Törekszünk arra, hogy azért az élő kapcsolatot megtartsuk a családdal, nem csak úgy, hogy betették a mintát, és aztán vége van 25 év múlva, hanem ha érdeklődnek utána, akkor ez egy folyamatos kommunikáció a családokkal. Hát én azt hiszem, hogy a fontos gondolatokat összeszedtük. Szerinted, Nóri, maradt-e valami ki, ami nálatok előfordul, és gyakori kérdés, és nem beszéltünk róla?
Szerintem mindent érintettünk. Ezek a leggyakoribb kérdések, amikor van lehetőség személyes beszélgetésre. Nyílt napot említettem, ami egy személyes kapcsolat a családokkal, akkor be lehet jönni, megnézni a feldolgozó labort, stb. Az a baj, hogy a járvány miatt most erre nincs lehetőség, pedig nagyon szeretjük, amikor a párok eljönnek, és akkor a tárolótérbe is lehet kóborolni, meg lehet nézni magát a zsinórfeldolgozást, a vérfeldolgozást, és akkor hangoznak ezek az aggódó kérdések el, hogy de nem fog-e babával hiányozni, vagy hogy pontosan mire használható. Nem, mindenről beszélgetünk. Szuper. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm neked, nagyon hogy szívesen itt voltál. És a nézőinknek pedig azt tanácsolom, hogyha mégis maradt kérdés a fejetekben, akkor írjatok nekünk, és mi eljutatjuk akkor Nórához, és megkérünk, hogy válaszoljál. Jó? Tehát bátran tegyétek felírásban a kérdéseteket, hogyha még maradt bennetek olyan, ami esetleg felmerült, és nem beszélgettünk róla. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és jelentkezünk hamarosan. Sziasztok! Viszontlátásra!